Sok szeretettel üdvözöllek, Király Norbert vagyok, és ez itt a Millió Masinás Klub YouTube csatorna. A mai videóban egy picit az időzítés fontosságáról szeretnék beszélni az üzleti életben, a befektetések világában, illetve az off-plan stratégiáról. Tájföldről jelentkezek innen egy gyönyörű villából, ahol a barátaimmal lakunk. Tájföldön kifejezetten jól működik az úgynevezett off-plan stratégia. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy van egy nagy fejlesztés, egy toronyház, vagy egy resort típusú, több száz lakásos lakópark. Ez egyébként nem csak itt Tájföldön, hanem Magyarországon is jól működik. És még mielőtt a projekt elindulna, tervasztalról előtte ki tudod választani azokat a lakásokat, amik neked tetszenek. Egy promóciós áron le tudod foglalni ezeket az ingatlanokat, és kétféle célod lehet. Egyrészt az, hogy mivel olcsó áron vetted, ezért, hogyha felépül a projekt és bérbe adod, akkor arányaiban egy jobb megtérülésre számíthatsz, mint hogyha már készen vásárolnád. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy általában azért a kivitelezési időszak azért egy másfél, két év, három év, sőt akár négy év is lehet nagyobb projekteknél. Tehát várnod kell, hogy a pénzed elkezdjen dolgozni, viszont nem egyszerre kell beletenni az egész pénzt, hanem részletekbe készültségi fog szerint. Tehát itt például Tájföldön nagyon sok orosz fektet be, külföldi magántulajdonba is lehet lakásokat, ugye kondókat vásárolni. És az egyfajta stratégia, hogyha valaki egy ilyen újépítésű projektnél mondjuk több lakást foglal le egyszerre, mondjuk 10-et akár, de vannak olyan orosz befektetők, meg nyugat-európai befektetők, akik azt mondják, hogy egyből 50 vagy 100 lakást foglal le. Egyrészt ugye itt a nagy számok miatt már eleve kap egy diszkontot, plusz még ugye mivel indulás előtt van a projekt, az szintén egy promóciós árat jelent, így nagyon-nagyon jó áron tudja megvásárolni. Az összlakás árának csak körülbelül egy olyan 15-25%-át kell beletenni induláskor, és általában három havi rendszerességgel kell újabb részleteket kifizetni egészen a befejezésig, vagy a befejezésig mondjuk marad egy ilyen 15-20% a végére a kulcsátadásra. És ahogy a projekt elindult, és az árak elkezdenek emelkedni, szépen úgy adogatja el a befektető a lakásokat. És ugye mivel relatív kis pénze van benne, mondjuk az összlakás árának a 20%-a, viszont ugye eleve diszkonttal vette, plusz még emelkedett is az ára, mondjuk egy 15-20%-kal magasabb áron adja el, azon bizony nagyon-nagyon szép profit keletkezik, akár a betett pénzt duplázhatja is viszonylag gyors átfutási idő alatt. Tehát erről szól az off-plan stratégia. Egyébként nekem például Magyarországon, nem csak itt Tájföldön, hanem Magyarországon is volt egy hasonló ügyletem. Itt van egy részvénytársaságunk, az egyik budai projektbe, még a projekt indulása kezdetén foglaltam le egy lakást, amit után sikerült értékesíteni. Annak ellenére, hogy ilyen pörgős a piac, egy picit jobban elhúzódott, mint ahogy terveztem, viszont alapvetően végül is azt mondhatjuk, hogy jól sikerült. Itt Tájföldön viszont tényleg nagyon, nagyon kellemes projektek vannak. Most például van egy felhőkarcoló projekt, több száz lakás, elindították az értékesítést, két nap alatt az összes lakást eladták. Persze másodkézből utána ennek a lakásoknak egy jó része újra piacra kerül, viszont néha tényleg nagyon komolyan fel tudnak pörögni ezek a projektek. Vagy ugyanez a stratégia, ez az off-plan stratégia, ez működik az informatikai világban is. Van egy amerikai cég, a StockBND,
aminek egyébként magyar háttere is van. Én is, mint stratégiai partner együttműködöm a céggel. Ők például ugyanezt a modellt, amit most az ingatlanokra elmondtam, ők az internetes vállalkozásokra valósították meg. Mit jelent ez? Van egy induló nemzetközi weboldal, például az Airbnb mintájára, ami ugye az apartman bérbeadással foglalkozó weboldal, csak éppen autók bérbeadásánál létrejött Airbnb oldal, ez egyébként 2019 ötödik hónapba fog elindulni. Tehát most még az indulás előtt tudsz tulajdonrészt vásárolni, úgynevezett unitok formájában. Egy ilyen weboldal egy amerikai cégben van, és egy unit az egy félszázalékos tulajdonrészt testesít meg. Na már most, meg tudod venni most még olcsón, és ahogy halad az oldalnak az értékesítése szépen előre, úgy nőnek a unit árak, a részvény árak, vissza tudod tenni a tulajdonrészedet a piacra, ugyanis a StockBNB egy platformot is kínál, és ennek köszönhetően viszonylag gyorsan, akár hónapok leforgása alatt, de mondjuk egy éven belül, akár duplázni tudod a betett tőkédet. Tehát igazából ugyanazt a modellt követték le, amit az ingatlan piacon is nagyon sok befektető alkalmaz, használ, csak éppen a weboldal, az informatika területén. És hát természetesen itt is megtarthatod a részvényeidet, a tulajdonrészedet, és akkor egyfajta passzív jövedelem, egy osztalék jövedelemre leszel jogosult. És hát ugye annak köszönhetően, hogy még az oldal indulása előtt fektettél be, jóval magasabb osztalékokat tudsz kiszedni, mint egy hagyományos részvényvásárlás esetén. Az időzítés az minden befektetésnél nagyon-nagyon fontos. Lehet, hogy ami ma jó üzlet, az később, egy fél év, egy év múlva, két év múlva, az már nem lesz jó üzlet. Ugye, ami tegnap jó üzlet volt, az már nem jó üzlet. Megint csak ugye Tájföldre, Pattajára visszautalva. Pár évvel ezelőtt az orosz rubel bezuhant, nagyon nagyon gyengült, lefeleződött az amerikai dollárhoz, meg a tájbathoz képest. És ez olyan lehetőséget adott a befektetőknek, amiből még most is tudunk csipegetni, ami később már nem lesz. Tehát most még ilyen 50-60 ezer tájbat per négyzetméter áron tudunk itt Tájföldön lakásokat vásárolni, az új projektekben már 100 ezer bat-tól kezdődnek a négyzetméter árak. Viszont ezek a lakások szépen kifutnak, és ezekből hát szerintem egy fél év múlva már nem nagyon lesz semmi, sőt már most is azért érződik, hogy ezek az árak szépen kúsznak fölfele. Tehát még egyszer így összegzésként az időzítés az minden üzletnél nagyon-nagyon fontos. Amikor belekezdesz valamibe, ezt is vedd figyelembe. Ugyanígy a kriptovaluta üzleteknél is. A Milliomosinas klub tagjai részére két kriptovaluta startupot is javaslunk, melyek átlettek világítva, illetve a tulajdonosi kört, a menedzsmentet személyesen nagyon jól ismerem. Ott is nagyon komoly növekedési potenciálok vannak benne az üzletben. Természetesen azért mindig a kockázatot is mögé kell tenni, amikor valamit nézünk, viszont hogyha megfelelő nagyságrendű a várható profitnak a nagyság, akkor az ember bátrabban vállal kockázatot. Remélem tetszett a videóm, hogyha igen, akkor kérlek nyomj egy lájkot, és találkozunk a következő videóban. Szép napot, szia!